Átvánnyal, mert kint egyébként verőfényes napsütés van, de nyilván hideg, most már itt igen. Érezzük, mi nálunk már nyár van. Igen, de nagyon rosszul indult ez a reggel, legalábbis abból a szempontból. Oda nézzetek, megy a livecam, adjál livecamet erről. Hello Vivi. Hello, sziasztok. Vivi köntösbe jött hozzánk. Mm-hmm. Hát csak olyan sejtelmesen maradok. Azt igen. A mindenségét. Neki mondta, most indulnál szaunázni egy jó wellness hotelben. Igen, hajam már felkötve, előkészítve. Hajad, igen. És mindenki azon fantáziál, hogy vajon mi van lehet a köntös alatt. Sül már lenne a hek, meg a sütkünk. Mit hoztál nekünk, Vivi-ként? Ma egy kis szörpös limonád is történet. Szörpös limcsis. De figyelj, egy kis erdélygyümivel. Akartam kérdezni, hogy cukor ment a szemembe, vagy te vagy ilyen édes? De jó vagy! Ez nehéz lesz überelni! Nem már pirulok! Csajoznak az öreg boomerek! Hallod, hú de erős volt! Na szóval, hogy szörpöt hoztál? Van még ilyen dumám, egy 4-5 készült? Nem tudok ilyet mondani. Jöhet. A héten már megedzettetek. Nagyon jó. Szóval, hogy mána szörp. Nagyon jó vagy. Itt van egy kis kanál is hozzám, úgyhogy kilehessük. Amál, én azt nagyon szeretem, az nagyon kellemes. Valaki ezt ilyen nyíltan vállalja, hogy kanál. Jó, Vivikém, drága vagy, köszönjük. Hát ez, és ez saját készítésű nagymamád által csinált házi szörp? Vagy nem, leugrottál nem, annyira piroskáért? Azért nem. Nem? Nem? Sima szirupos, édesítőszeres? Sima penis mirelitből. Nagyon jó. Gyerekek, hát nagyon jó. És még a jégkocka is színes benne. Amúgy ezt akartam mondani, hogy értem, hogy tetszett a hétfői rózsaszín szívószálam, de azt jól benyúltad. Benyúltam? Hogy érted? Hogy hát, hogy nincs meg. Kilóg valahonnan, hogy látod, hogy messzer benyújtottál, mint mi. Nincs meg, nem vittem el. Aha. Azt nem vittem el. Most már mondhatod. Nem tudom, hol van. Nincs meg? Nincs meg. Jani? Te szoktad összeszedni ezeket. Egyébként Jani szokta, csak mondom, hogy... Nekem van saját rózsaszín szívószálam. Jézus is. Igen, hát nagyon szépen köszönjük. Hát egészségetekre. És akkor nem dobod le ezt a köntöst? Nem. Fantázia bírom. Ez kicsit csak. Hát én már fürdőruhás nőt sem láttam évek óta, mert hogy nem voltunk sehol nyaralni, igen. Nem? Ahogy a Bödöcs mondta, már saját csajomat stírölöm, érted a Balatonparton. Mert... Az egy hotel logója, vagy ott pörkölt szafra? Elvileg ügyeltek arra, hogy ne látszódjon semmi. Jó, de azért mondd el, mi van alatta. Azért azt mondd el, nem kell megmutatni, csak mondd el, hogy fürdőruhában vagy, melltartóban semmi nincs, ruhában vagy. Hát, azt mondták, hogy úgy jöjjek, hogy én komfortosan érzem magam. Aha. És én jöttem egy kivágottabb pólóban, amit amúgy levetettek velem. Jézusom, igen, ne szexuális zaklatás. És akkor innentől kezdve rátok hagyom, hogy mi volt a pólóm alatt. De ez olyan jó, mikor tudod, hogy elképzeled, hogy nincs alatta semmi, igen. Nem? Ugye, amikor egy nőként például törölközőbe fel van fogva a hajat, mert hajat mosod, és ott nem lát semmit, de mégis oda gondolod, hogy valószínűleg a törölköző alatt nincsen már semmi, nem? Ugye? Közben ez csak ott van. De nincs már alatt a valójában semmi. A helye egy macska csördő piercingként. Jézusom. Na jó, van, Vivikém, köszönjük az egész heti közvetítésedet. Nagyon rendes a lehetőséget. Nagyon drága vagy, köszönjük. Puszi nektek. Puszi. Jövő héten hétfőn folytatódik a rovat, csak mondom. Filma már nem lesz, de jönnöd kell. Mi lesz utához valamit rovatunk. Igen. És ez végre finom. Jó. A jégkrém nem volt rossz. Nekem a jégkrém is ízlet, Szivi. Gyári nagyon. Ezen érződik a szeretet. Az, jóféle étel színezik. Műgyümölcsök, műjégkocka. Nem, cuki, Vivi, nagyon cuki. Hívjuk Dórát közben. Ez ki tényleg finom. Dóra a nyertes. Én elmondtam előre, de nem vagyok. Jó a szörp, gyerekek, jó a szörp. Bizony, nagyon jó. Jó a szörp. Adom, nagyon adom. Hello! Szia! Dóra, hello! Dóra! Balázsék, jó reggel! Úristen, hello! Hello! Hol hallgatsz minket, Dóra? Hol hívtunk? Németországban. Ne. De szép hely. Németországban? De. Ott vagy? Mit csinálsz? Igen. Ott? Hát szeptemberben jöttünk ki a férjem után. A kisfiammal vagyok jelenleg itthon. Ó! Ott táboroztok? Akkor már ott laktok életvitelszerűen. Hát szeptember óta igen. Viszont otthon is van egy házunk, ahol nincsen klíma. És nagyon örülnénk egynek. Na de jó, hát akkor vegyetek. Németbe, akkor vegyetek egyet, hívunk. Dóra, gratulálunk, megvan a klíma. Te szavaztál? Mire szavaztál? Hideg legyen, meleg legyen. Hát figyeljetek, egyik nap a hidegre, másik nap a melegre, de mindig néztem, hogy éppen hogy áll az oldalon. És akkor ellenkezőleg? Ahogy igazoltam.
Hát nem. Ja, hogy még te rá is tettél egy lapát. Na, köszönjük szépen. Beszélő klíma. 35 fokon vagyunk, 35 fokon vagyunk. Dóra, hát ügyes vagy, akkor gratulálunk, megvan a Daikin klímád. Ez beszél is, illetve érti, hogy te mit mondasz neki, nem kell távirányítózni, szavakkal tudod instruálni, hogy úgy állítja a hőfokot, ahogy szeretnéd, wow. Ha mondod neki a megfelelő szót. Nagyon klassz kis cucc. Remeg a kezem. Úristen, nagyon örülök. Na, hát örülünk, hogy örülsz, akkor majd eldöntitek, hogy Németországba menjen, vagy ott nem ígérjük a szerelést, de ha Magyarországon van a kis bérlemény, akkor felszereljük. Nem, Magyarországon. Tehát járunk haza, és elég meleg szokott lenni a házba, úgyhogy oda szeretnénk. Nagyon jó. Gratulálunk, akkor ügyes vagy, küldjük. Jó szereléssel, beltéri kültéri egységgel. Ügyes vagy, gratulálunk. Szuper. Puszi. Köszönöm szépen! Szia! Szia! Hello. Na jól van, gyerekek, örült, ez jó, az mindig jó, ha valaki örül. Szegi, hány Dóra kapta föl a fejét, igen? De hát csak egy Dóra maradhatott a végén. Így van. Most már mind. Gyerekek, ez egy jó játék volt, én szerettem. Jó bizony. Horror mennyiségű ember szavazott, melegünk volt, fáztunk, klassz kis aktivitás volt. Vivi is itt mindig a végét feldobta. Igen, abszolút. Tudjuk folytatni, Daikin úr. Tudjuk folytatni, csak mondom. Csak hát az egy bőrönnyi pénzbe kerül, hát de természetesen bárki más úgy érzi, hogy szeretné velünk, én jól sikerült. Na? Három bőrönnyit hoztunk, abból egy bőrönnyi, még mindig maradt két bőrönnyi. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel foglalkoztunk. 10 éves évfordulóján felhívtuk Szabó M. Istvánt, a napi.hu szakújságíróját. Egy kicsit Fukushimát járjuk körbe, hogy mi történik. Egészen megdöbbenve hallgattuk, hogy a japánok brutálisan jók a terelésben, a propagandában, amit hogy valahogy nem gondoltunk róluk. Az adat